Sziasztok, Korodiflag Bea vagyok, ez pedig itt a Beauriflim. Érkezett 4 darab csomagom, na és nézzük, hogy mitől különleges. Ha rendszeresen követed a videóimat, akkor szerintem ki fogod találni. Itt van most még, kedd este 8 óráig, a gyönyörű, szép 4-es katalógus. Rengeteg akcióval, jelen pillanatban is. És szerda reggel, március 22. Reggel 6-kor elindul az új és gyönyörű 5-ös katalógus. Figyeld majd a csatornámat, hisz tudod, ez nálam azt jelenti, hogy fent van már a katalógus bemutató, illetve fent lesz a katalógus bemutató videó. Szerda reggel indulunk. Na és? Most ugye te is meglepődtél, nem csak én. Szóval, akkor egy kis vakit félretéve, onnan folytatjuk, hogy itt van nálam a gyönyörű szép 6-os katalógus. Ahogy látod, a katalógus formailag is meg fog újulni. Gyönyörű szép, én már átlapoztam, illetve meg is van így az esti programom. És ahogy megszokhattad, ilyenkor már itt is van nálam az új termék. Úgyhogy nézzük, 4 darab csomag van, nem tudom, hogy melyikben mi található, úgyhogy maradj velem a videó végéig. Ez egy kicsit magas csomag, nem fogom tudni a videó alá, a kamera alá feltenni a dobozt, de nézzük, hogy mi van benne. És hát sikerült, úgy látom, a legjobb csomaggal. Kezdenem. Na nézzük. Ezt a terméket nagyon vártam. Nézd csak! Ez egy arctisztító gép lesz. Milyen szépen és ötletesen be van csomagolva, azt azért figyeled. Itt van az arctisztító gépnek a kis tárolótasak része. Ha sikerül kibontanom, akkor meg is fogom mutatni. Itt lesz. Itt van a töltő része. Amit tudni kell róla, hogy 1 méterig és 30 percig vízálló, és tisztítja a bőrt, plusz, majd még meg kell tanulmányoznom, de erre nagyon-nagyon kíváncsi voltam én is. Úgyhogy ez egy hihetetlen jó kis újítás lesz. Na és akkor... nézzük tovább. Itt lesz a The Body Editionnek az új termékcsaládja, ami egy anticellulit gél, egy testradír, illetve egy bőrfeszesítő testápoló rész. Itt közben egy ilyen tisztító kefét is kivettem. Szuper jó kis termékcsalád lesz. Fogom majd tesztelni, lesznek róla videók. Na és... a Love Nature maszkok, arcmaszkok szintén megújulnak. Nem csak formában, hanem tartalomban. Hoho! Van itt egy varázsdoboz. Ugye volt nekünk egy Oriflame-es rendezvény, és a termékeket ott a helyszínen megkaptuk, viszont a doboz az hiánytermék volt akkor, úgyhogy most érkezett meg az ajándékdoboz a termékekhez, amit nagyon-nagyon örülök, hisz nagyon vártam, majd ezt szépen bepakolom, és akkor meg fogom mutatni. Holnapinak folyamán lesz nálam egy szipi-szupi kis rendezvény az üzleti klubos üzlettársaimnak, ahol a Novage Plus termékcsaládról fogunk együtt tanulni. Ha szeretnéd ezt kipróbálni, tesztelni, akkor jelentkezz nálam, regisztrálj nálam, be fogom tenni majd a linket, és akkor erről is tudunk egyeztetni. Ez volt az első csomagban. Na, akkor nézzünk egy második csomagot. Azért idáig jöhetnek a kommentek, hogy ez mennyire izgi.
Ez a novécshez kapcsolódó, ugye már mutattam itt a kis varázsdobozomat, egy ilyen kis levél tartó. Ebben még érkeztek Novécs Plusz termék katalógusok. Szintén a hétvégi rendezvényről még a lemaradt ajándék, ez a Novécs Pluszos törölköző, ami nagyon-nagyon szép. Még egy Love Nature arcmaszk, egy avokádós, ugye avokádó, narancs, illetve ez a sárkánygyümölcs, ami lesz. Na és... ugye mivel készülök a holnapi napra, ez a holnapi arcápolásnak egy kelléke, ami egy szuper tükör lesz. Ez ugye kell az arcápoláshoz, elengedhetetlen, hogy menet közben lássuk is, hogy mit csinálunk. Nézzük, mi van a csomagban. Asztisztító korong. Spatula, hisz nem nyúlunk bele a krémekbe, ezt ugye tudjátok ti is. És az egyik Novécs éjszakai krém, az hiány volt a múltkor, amikor az új termékek érkeztek. Most ez is pótlásra került. Ennyire szépen néz ki. Ugye milyen szép, jöhetnek egyébként majd a kommentek, hogy próbáltad már a mintákat. Van-e arcápolási rutinod, arcápolási rituáléd? Egy kedves ismerősöm rendelése a kéz és testápoló, illetve a dezodor spré. Ez volt a második csomagban. Csomagban fejpántok érkeztek, hiszen az arcápoláshoz is kell. Itt még az új katalógusokból is érkezett, és még egy csomagban amit még három tükör érkezett. Úgyhogy jöhetnek a kommentek, hogy hogy tetszenek az új termékek. Van, ami egyébként lesz még új termék, viszont pillanatnyilag még hiány, és jövő héten fog megérkezni, és jövő héten fogom megkapni. Én ezt a kis csodát elkezdem már is tölteni, és várom kíváncsian a saját tapasztalataimat is, plusz a ti hozzászólásaitokat, hogy tetszenek az új termékek, hogy tetszik maga az, hogy a katalógus formában is megújul, úgyhogy kíváncsian várom a kommenteket, legyen gyönyörű szép napotok, millió puszi ölelés, szép napot, sziasztok!